Köszönöm szépen! Ez egy igazi csapatmunka volt. Sziasztok, Dávid Zoltán vagyok, a Kanári Rilizekről, a Feature Fake-ről és a Control Robotokról szeretnék veletek beszélgetni, és örülök, ha ez tényleg egy beszélgetés lesz. Persze aszimmetrikus a helyzet, mert én állok itt notebookkal, meg hangosan beszélek, de hogy ti is gyertek ide, szóljatok közbe, és mondjátok el, amit gondoltok erről a témáról. Az e-mail címem zoltan.david@config.com, hogyha ezzel kapcsolatban később kérdésetek van, vagy csak úgy szeretnétek e-mailt írni, akkor ezen az e-mail címen megtehetitek. Magyarországon van három nagyobb olyan cég, akik hagyományosan IT-ben sikeresnek tekintettek, és egy csomó kisebb is indul most már. A három nagy hagyományos volt a Prezi, a Ustream és a Logmin. Most indulnak ilyenek, mint a Shaper, a TrueMotion és még számtalan másik. Tehát szuper jó helyé kezd válni ilyen szempontból, és ilyen szempontból is Budapest. Én egy ideig a Logminben dolgoztam, a három cég alapsikerességét az interneten rájuk keresek. Az első infók, amiket meg lehet róluk tudni, az az, hogy a Prezinek sok userre van, a Ustreamet felvásároltak, a Logmin meg bazisok pénzt csinál. Én bevallom őszintén, hogy hozzám ez az utóbbi vonal áll közelebb, tehát hogy kiléptem a Logminből, hogy csinálok saját céget, és elsősorban nagyon sok pénzt szeretnék. Az sem rossz, ha megvásárol az IBM, vagy lesz 100 millió userem, de nekem ez a pénzvonal jön a jobban. Ők 1,2 milliárd dollárt csináltak tavaly, amikor kiléptem. Úgyhogy már kiléptem december 31-én 2017-ben, és a következő évben már 1,2 milliárd dollárt csináltak. Előtte product managerként dolgoztam itt. Az volt a dolgom, hogy a logmines termékekkel egyfelől kitaláljam, hogy milyen feature-ök kerüljenek bele, és másfelől, és itt jön a trükk, úgy mutassam ezt meg a felhasználóinknak, hogy ne azt gondolják róla, hogy miért ilyen bágos ez, hanem azt, hogy így, fú, ez milyen jó. De ennek nyilván vannak árnyalatai, például ha nem végeztem volna a munkámat, akkor lehet, hogy így is azt gondolták, hogy milyen bágos ez, de különben még bágosabbnak érezték volna. És így is voltak feature-ök, amikre azt gondolták, hogy jó, de lehet, hogy különben kevésbé érezték volna jónak. És azt, hogy ezt el tudtam érni annak idején, ez kicsit egy ilyen kötelező elem ezekben az amerikai kletésű prezentációkban, hogy mintha én lennék a nagyon jó, de tényleg velem történt, ezért mesélem el egyes szám első szemébe, csak el akarom mondani, hogy nem. Szerintem nem vagyok elszállva magamtól, de ha ti úgy érzitek, akkor az ilyen gyűlölködő e-maileket várom a zoltan.david@config.com-ra. Addig viszont elmondom, hogy mikor oda kerültem a Logmihez és Product Manager lettem, ott volt velem először, hogy nagyon sok millió user használta azokat a termékeket, amiről tulajdonképpen döntést kellett hozzak. És elkezdett az érdek, és a Logminben nagyon sok mérnök dolgozik. És előtte dolgoztam kisebb magyar cégekben, meg dolgoztam freelancerként, sőt most is dolgozom úgy. És nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen iparági vélekedésekkel szemben valójában az, hogyha egy terméken kevesebb mérnök dolgozik, akkor általában gyorsabb a halad és kevesebb benne a hiba. És engem nagyon elkezdett érdekelni, hogy lehet az, hogy még a Google-nél, meg a Facebook-nál annyian dolgoznak, és hogy tulajdonképpen nem szoktam bágot látni. Tehát fölmegyek a Facebookra, abban nem feltétlenül kell egyetértenem, hogy a Facebook az egy klassz dolgot csinál-e a világban, vagy sem, és hogy szépe, ahogy kinéz, de hát, hogy még én így nem nagyon láttam ott errort, és a Google-el is ugyanez a helyzet. Igaz, hogy csak egy nyomi textbox, beírok valamit és kiír dolgokat, de hogy basszus, ezt minden nap megcsinálja, mióta használom. És arra voltam kíváncsi, hogy hogyan oldják meg ezt ezek a cégek. Elkezdtem ezután googlézni, nem volt egy nagyon nagy kutatás, nem akarom úgy beállítani, de arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen egy trükkel használnak többet, mint ami addig a repertoáromban volt, és ezek a feature flagek, amikkel tulajdonképpen ezek ilyen egyszerű kis változó kódszinten, amire rá lehet ifelni, és inkább a felhasználás módja érdekes. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ezeknek a változóknak az értéke ki van vezetve valahol vagy GUI-ra, vagy egy config file-ba, vagy tök mindegy, hogy hova. Az a lényeg, hogy olyan helyre, ahol nem csak a mérnökök érik el, és akkor tulajdonképpen, amikor egy új feature fejlesztenek a Facebooknál, mondjuk áttesznek valamit jobbról balra, vagy átszínezik a menüt, vagy ennél is bonyolultabb dolgot csinálnak, tök új algoritmus kezd el ajánlgatni az ismerőseiknek a macskás posztjait, akkor ezt úgy csinálják meg, hogy egy ideig meghagyják a kódban a régi változatot, és mellé teszik az újat is, és csak ráifelnek erre a változóra, vagy ráifeltetnek szerencsétlen Facebook fejlesztőkkel erre a változóra, és a változó értékétől függ, hogy az a user, aki éppen látja a Facebookot, az
melyik a régi módszer szerint látja, vagy az új módszer szerint látja. És ez az egész oda vezet ki, hogy a Facebookos product managereknek, engineering managereknek és ilyen nagyon magas szervezetben egész sok mindenkinek lehetősége van arra, hogy akkor kapcsoljon le egy újfajta feature-t, egy újfajta működést, vagy egy újfajta szoftververziót, akkor kapcsolja le és állítsa vissza a működést a régi verzióra, amikor csak kedve van. És ezt azért teheti meg, mert tulajdonképpen amikor én elkezdtem szoftvert fejleszteni, akkor az egész nagyon egyszerű volt, hogy beírtam a forráskódot, elindítottam és akkor futott. És akkor később, ez még ilyen Commodore 64-el történt, és akkor később megismerkedtem a fordított nyelvekkel, mint a C, és ott már sokkal macerásabb volt, mert le kellett fordítani. De egy idő után megtanultam azt a koncepciót, hogy van ilyen, hogy config file, és akkor amit akarok csinálni, azt így nem feltétlenül a kódba kell beírnom, kitehetem egy másik helyre, és ez azért nagyon szuper, mert azt a szenvedést, mire a forráskódból futó alkalmazás lesz valahol, megspórolhatom, hogy hát akarom állítani a működést, és erre használtam a config file. De azóta a világ annyit bonyolódott, és olyanná vált, hogy most már azokat a dolgokat, amiket kicsit úgy érzem magam, mint egy nagy papárból a szempontból, hogy régen minden jobb volt, de hogy így komolyan 2001-ben, hogyha készítettél valamit, különösen ha online volt, vagy 2005-ben, így megfogtad, kimásoltad a helyére, és onnantól kezdve az volt az éles verzió, azt tudod. És hogyha azt szeretted volna, hogy valami más konfigurációban működjön, akkor beírtél a szerver, átírtad a config file-t, és kész volt. És ez a mi iparágunkban ez a sok segítség és nagyon jó ötlet oda vezetett, hogy most már ilyen release pipeline-ok vannak, és ilyen egész mérnök csapatoknak. Van ilyen, hogy release engineer, és ők meg rá, meg a DevOps-osokra van szükség olyan nagy vállalatokra, mint a Google, a Facebook, meg a Logmin arra, hogy egy config file menetrút átírja a force-ra. És hogy igen, már itt tart a tudomány, és tulajdonképpen az a Facebooknak és a Google-nek az a találmánya, hogy ezekből a config fájlokból egyes változók értékeit kiveszi, azt tulajdonképpen azért kezdték el, hogy a saját maguk által tehetetlenné tett mérnök csapatok felhatósága alól kivegyék azokat a dolgokat, amiket gyorsabban szeretnének kapcsolgatni, mint amennyien gyorsan a mérnök csapatok ki tudják release-elni azt a nyomorult új értéket, force-ra változtató config változtatást. Persze azok miatt, ahogy a helyzet alakult, és akkor mindenki bejár dolgozni a pénzért, de nem feltétlenül érzi jól magát. Nem tudom, hogy ebben ti tudtok-e rezonálni, én úgy érzem, hogy én igen, ezért is mondom ezt. De van valakinek más jellegű tapasztalata, hogy van, aki például nagyon szeret, tud force-ra release-elni napokon át? Oké, és akkor föltálltak a Facebooknál és a Google-nál, hogy ezentúl nem release-elik a tud force-ra változtató config fájlokat, hanem kiteszik egy GUI-ra. Ezt amikor először elmeséltem egy ilyen magyar vállalkozó barátomnak, akkor ő hát így látszott, hogy teljesen hülyének néz engem is, meg őket is, és mondta, hogy hát ez az admin UI, hogy ilyen már régen is volt. És tulajdonképpen nincs benne semmi nagyobb ötlet ennél, tényleg csak annyi, hogy hogyan használják ők. És azt találtam, hogy úgy használják, hogy megkérik a fejlesztő csapataikat, a product managerek, hogy az új funkciót légy szinte tegyed már be egy ilyen checkbox mögé, vagy egy kapcsoló mögé, hogy on-off, és akkor én akarom állítani, hogy látszódjon, vagy nem. És onnantól kezdve, hogy elkezdtem ezt csinálni a Logminbe velem, és tulajdonképpen megtörtént az, hogy például elkezdhettünk pénteken deployolni, meg release-elni, mert hogyha az új verzióban úgymond hiba volt, és itt a hiba alatt nem csak a bugot kell érteni, vagy kiírja, hogy DXL, mit tudom, 008, hanem az is, hogy nekem nem tetszik, vagy üzletileg kárt okoz, engem éget, be kell menjek miatta hozzá a főnökömhöz hétfő reggel, egyáltalán a cégnek arculatvesztést okoz, anyagi kárt okoz, a Twitteren gyűlölet hadjárat indul. Tehát nagyon sok olyan lehetőség van egy sok milliós useres szoftverben, ami miatt egy hát jobb döntés lehet egy új feature-t nem elérhetővé tenni. Szóval onnantól kezdve, hogy ez bekerült ezek mögé a checkboxok mögé, én sokkal nyugodtabb voltam, és a mérnökeink is, legalábbis én ezt gondolom, azért, mert nem az történt, hogy kitettük pénteken az új verziót, és akkor szombaton be kellett menni az irodába beindítani a release pipeline-t, hogy a brute force-ra visszaállítsuk, hanem hogy hazafele kikapcsoltad a 7-es buszon mobiltelefonról, a feature visszállt a régire, és minden működött tovább. Ez egyébként a happy path, amit elmondok, tehát az esetek egy kis részében nem így működött, de az esetek 99%-ában igen, de az a 90% óriási megkönnyebbülés volt. Szóval az alapötlet ez a feature flaggelés. Az a lényeg, hogyha baj van, akkor kapcsold le a bajt, és akkor mindent kapcsoló mögé kell tenni ezekbe a nagy cégek, hogyha új feature-t adsz ki. Így néz ki körülbelül, van egy olyan kérdésre, és ha általában úgy használják, hogyha on-ba teszed, akkor látszik az új feature, ha on-ba, akkor a régi látszik. Igen.
és ezt el lehet kezdeni okosan is használni, szóval nem csak egy kapcsolóval, hanem az ember mindenféle kivétel szabályokat ad hozzá. Például, hogy csak a felhasználói egy részének kapcsolja be, míg a többi része az offot lát. Ez is egy ilyen Facebook, Google alapötlet, és máshol is használják. Például barátaim dolgoznak a Skyscannerben, és hozzájuk is elmentem megkérdezni, hogy ők hogy csinálják ezt. Például az, amit a Skyscannerről tudok, és lehet, hogy ez egy hazugság, dolgozik itt valaki a Skyscannernél? Hú, akkor ilyen értemben bármit mondhatok, majd a készült videófelvételben majd ki kell vágni. Ott az derült ki, hogy annak idején úgy csinálták, úgy tesztelték az új feature-eiket a mobilapjaikban, ők is azt akarták elérni, mint én, ezért is mentem hozzájuk beszélgetni. Meg azért már a barátaim. És hogy azt akarták elérni, hogy csinálnak egy új feature-t, és lehet, hogy rosszabb lesz tőle, mint volt. Érted? Átírják, hogy hogyan ajánlja a repülőjét, és lehet, hogy mindenki utálni fogja, ők meg azt szeretnék, hogy őket szeressék, meg még több pénzük legyen. Én is ezt szeretném. És ezért ők azt csinálták, hogy csináltak binárisan, kétféle Skyscanner app volt. A Skyscanner az egy olyan app, amit mobilon, ők a mobil appért voltak felelősek, mobilon repülőjegyet tudsz keresni különböző helyszínekre, és akkor tud neked legolcsóbbat, leggyorsabbat, legkevésbé macerásat és minden más szempont szerinti repülőjegyet ajánlani, mit tudom én, innen Tallinnba jövő februárban. Tehát, hogy kb. Ez a use case, amit megold. És ők úgy mertek változtatgatni az appjukon, hogy az alkalmazásukon, hogy készítettek kettő darabot, ami ugyanúgy néz ki pixelre pontosan, de binárisan két külön példány, és az egyiket az csak a török iOS App Store-ba tették föl, a másikat meg az egész világon mindenhova, máshova. És akkor, hogyha kitalálták, hogy így, fú, szerintem az algoritmus mostantól máshogy ajánlja a repülőutakat, akkor azt először csak a török alkalmazásba tették be forráskód szinten, és a törökök kapták meg. És akkor figyelték egy-két hétig vagy hónapig, hogy mik a reakciók Törökországban a változása, észreveszi-e bárki. Azok a metrikák, amik nekik fontosak, azok javulnak vagy romlanak. Tehát, hogy akik a fejlesztőknek fontosak, azok javulnak vagy romlanak. És akkor tulajdonképpen szerintem ők egy nagyon jó ötlettel ismertettek meg velem, engem, és ezt tulajdonképpen úgy hívják, hogy ilyen geográfia alapú szegmentálás, vagy geográfia alapú targetálás, és beleértem, ez nyilván a Facebook, a Google is, akiket csak példának használnak, egy csomó másik cég is használja, tehát tulajdonképpen geográfiailag targetálták az új fejlesztéseiket, és ez azért volt jó nekik, mert Törökországban van bazisok ember, tehát hogy sokan ki fogják próbálni, releváns lesz a mérésük. A másik meg az, hogy a törökök, azok így reklamálni azt fognak, hogyha nem tetszik, tehát hogy az a feedback, beérkezik hozzájuk feedback, releváns mennyiségű embertől, ugyanakkor Törökország anyagilag nem ugyanannyira érzékeny piac, mint mondjuk. Tehát hogy vannak Törökországnál még gazdagabb országok, ahonnan az emberek még több dollárért szoktak havi előfizetést venni, és ilyen értelemben Törökország egy szuper hely, hogyha ott romlik el valami az alkalmazásodban, akkor annak tulajdonképpen kicsi az üzletre gyakorolt anyagi negatív hatása, miközben rendkívül sok feedbacket kapsz, és a szám olyan nagy, hogy ez statisztikailag szignifikáns lesz, tehát lehet belőle következtetés levonni. Van egy, később jött hozzánk dolgozni a Logninbe egy csaj, aki megelőtt a Booking.com-nál dolgozott, és ők ugyanezt csinálták, akik nem nagyon érdemi funkciókat szoktak fejleszteni, hanem kiírnak tudod még egy ilyen zöld villogó feliratot, hogy nem tudom én, három fős pároknak ez a legjobb Amsterdamban, és akkor tudod villogtatnak ilyen üzeneteket, és tulajdonképpen ők csak azt mérik vissza, hogy melyikről vásárolsz gyorsabban is több dollárért. De az alapvető koncepció az ugyanaz volt, és az alapvető koncepció mindenhol az, hogy tulajdonképpen ilyen drive-felent kód, vagy akkor most így jelenjen meg az alkalmazáson, vagy úgy. Ehhez szeretnék egy rövid demót mutatni. Előre lelőlöm a point, nem azért, mert olyan jó, csak addig, amíg elindul a dolog. Nyilván ez egy olyan, elindítok 50 darab alkalmazást, ezek mind dotnetben vannak írva. Azért konzol alkalmazás, mert azt volt a leggyorsabb megírni, és demo céljára szerintem teljesen megfelel. Pontosan így működne, hogyha nem konzol alkalmazás, hanem egy webalkalmazás, backendje, frontendje, vagy pedig egy mobil app. Ez 50 darab, és olyan külön instance is, szóval így több külön mozgatható. Ez azért nem egy nagy bizonyíték, de ez tényleg 50 darab instance. Én írtam hozzá a VAD scriptet is, ami így elhelyezi őket a képernyőn. Ez azért fontos nekem, hogy mind az 50-et lehessen látni. És azt hiszem nem dokumentált Win32 API átkívást is csinálok benne, hogy jó helyre rakja magát a képernyőn, mert az eredetileg nem volt elérhető, de nem én vagyok ilyen okos, csak kipopipészeltem a Stack Overflow-ról, ahol a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően. Igen. És ezek egyébként kamu alkalmazások, nagyon buták,
két dolgot tudnak, az egyik az az, hogy megjelennek, a másik meg az, hogy azt hiszik magukról, hogy egy user be van beléjük jelentkezve. Például ő azt hiszi, ez kísérő az első sorba, hogy John van tőle bejelentkezve a Ryanair-től, szóval john@ryanair.com e-mail címmel, mintha be lenne jelentkezve valaki. Nem tudom, hogy ez a hátsó sorban is látszik-e, nem látjátok, akkor figyeljetek, csinálok egy ilyet. Tudom használni a Windows-t, és megmutatom, ez egy nagyító. Itt van például, ez az alkalmazás, ami középen látszik, azt hiszi, hogy Nikolász az Izlandról van bejelentkezve, és azt hiszi, hogy Írországból van, ilyen, mint Írország, ugyanam, mint Intel Explorer, és mondjuk mintha pro előfizetése lenne. Vagy ő például Ryan a friends.com-tól Lengyelországból jelentkezett be, és szintén pro előfizetése van. És most meg kellene leixelni a Magnifier-t. Sikerül. Oké. És ebbe az alkalmazásba azt kell elképzelni, minden demóban van valami kamu, mert attól lesz gyors és remélhetőleg látványos. Itt azt kell elképzelni, hogy azt az új feature-t fejlesztettük ki, hogy a háttér mostantól nem piros, hanem zöld. Biztos vagyok benne, hogy ti is, és én is ennél sokkal menőbb feature-öket szoktunk fejleszteni, viszont ez jól látszik demó közben a kivetítőn, ezért ezt tartalmazza a demó. Megnyitottam mellette egy ilyen Feature Fact Service, ez olyan, mintha reklámoznám, egy kicsit tényleg reklámozom, mert én írtam, szerintem szuper, próbáljátok itt is, de nem erre akarok elsősorban ma rámenni. Ami itt látszik, az látszik egy toggle, bele is zoomolok, Ctrl Plus segítségével, ez az on-off kapcsolói, és az egyetlen egy feature-t szabályoz, az, hogy az alkalmazásban, amiben be van egyébként kötve, szóval kódszinte rá van ifelve a Green UI Enabled, kulcsra vagy változóra, valójában ez egy kulcs, ami egy tömbből kiad egy értéket, igazából dictionary-ből, hogy az ott éppen be legyenek kapcsolva vagy nem. És akkor, hogyha azt mondom, hogy legyen bekapcsolva a zöld háttér, és megnyomom a save gombot, akkor elvileg minden alkalmazásnak zöldre változik a háttere. Ezek itt csak 50-en vannak, de például amikor a Logminben dolgoztam, mondjuk a Journey nevű meetingtől, amit képgyraktív user használt, ott ugyanígy tudtam kibe kapcsolgatni feature-öket. És akkor idegesítette a felhasználókat az új dolog, az új zöld háttér? Csak hazafele visszaállítottam, megnyomtam a save gombot. Nehéz erről nem úgy beszélni, hogy az ember ne azt érezi, ez kicsit kamú, tehát hogy érted már mióta beszélek, és hát annyi történt, hogyha átkapcsolok egy dolgot, akkor megváltozik valaminek a színe. De ebben inkább az a poén, ahogy ezt el lehet kezdeni értelmesen használni. Például mondhatom azt, hogy tegyük föl, hogy ezt az alkalmazást nem osztam a Ryanair-nek, mert ők is elő akartak fizetni a konfiketre, és még nem fizettek elő egyébként, és például, hogy elképzelem, hogy én a Ryanair-ben dolgozok, nekik is ezt mondtam, hogyha én a Ryanair-ben dolgoznék, és úgy fejlesztenék szoftvert, hogy a Logminben tettem, akkor az egyik legjobb dolog, amit tehetek, hogyha kifejlesztem ezt a szuper új zöld hátteret, hogy ahelyett, hogy a világ minden egyes felhasználónak megmutatnám, csak azoknak a felhasználóknak teszem elérhetővé, akik egyébként az én cégemben dolgoznak, pont ott, ahol én. És ez azért nagyon jó, mert a saját cégem alkalmazottai, azok tipikusan jó teszt userek, olyan szempontból, hogy elérhetőek szoktak lenni, adnak nekem feedbacket, és anyagilag kicsi kárt okoznak saját magunknak a cégnek, hogyha hibát tapasztalnak. Olyan szempontból viszont nem elég jó teszt userek, hogy... Köszönöm szépen! Ti is simán lehetnétek product manager. Sőt, még jobbak, mint cég. Most meg fogom ide nézni, hogy hogy van ide írva. Igen. Wow! És akkor igazából az első oszlop, ezt nem mondtam el, az első oszlopban vannak azok a userek, akik a Ryanair-nél dolgoznak, és akkor látszik is, hogy ők mind megkapták az új zöld háttér feature-t. Például a mobil csapataimnál az időszak, ami saját magunkon teszteltük a mobil csapaton és más Logmin alkalmazottakon a saját fejlesztésünk hatását, az tipikusan 2-3 nap volt. Ez azért nagyon-nagyon szuper, mert 2-3 nap alatt a hibáidnak a 80%-a ki fog jönni. Tehát amint nem az a srác teszteli, akinek ez a munkaköre, és nem is az, aki írta, hanem olyanok, akik csak meetingelni szeretnének a meeting szoftverrel, akkor nagyon sok hiba ki tud jönni a új fejlesztéseken. És 2-3 nap alatt tényleg jön a 80%, annyira jól kijön, hogy szinte tovább is lehet menni. És ahogy érdemes tovább menni, az, hogyha mondjuk vannak olyan ügyfeleitek, akikkel jóba vagytok, egy csomó cégnek vannak olyan ügyfele, akik az első usereik voltak, tipikusan kedvesek, be lehet őket vonni egy ilyen elsőkörös usernek, akkor őket érdemes. Ebben a kiváló demóban ők a második oszlopban helyezkednek el, és az a közös bennük, hogy az e-mail címük a friends.com-ra végződik,
Úgyhogy itt ezt is beállítom, containsference.com, ezt most be fogom írni elgépelés nélkül, és akkor azt mondom, hogy ők is kapják meg ezt az új kiváló háttér feature-t, megnyomtam a gombot, és már meg is kapták. És nekem az a tapasztalatom, hogy tipikusan mondjuk egy hétig érdemes maximum ebben a fázisban tartani az új feature-ötöket, azért, mert ez alatt bejön a hibáknak az ilyen 90 nagyon sok százalék, ami ennyi idő alatt nem jön be, azután már nagyon lassan jönne be, és jobban jártok, hogyha helyette elkezdtek százalékos release-eket csinálni. A százalékos release-ek azok valami adok, hogy bocs, a százalékos release előtt a ti üzletektől függően csinálhatok olyat, hogy mondjuk mindenki lengyel országa, vagy török országa, vagy német országba kapja meg a feature-t, ezt is le tudnám demozni. Azért ledemozom, hogy látszódjon, hogy lehet ilyet is. De biztos vagyok benne, hogy ezt mindenki magától vágja. Úgy is lehet csinálni, hogyha például az ország, az mondjuk Lengyelország, nem Németország, az az alsó két sor, hogyha a userének az ország a Németország, akkor is kapják meg a feature-t, és akkor őket még hozzá lehet venni. Arra nagyon érdemes figyelni, ha előbb-utóbb érdemes százalékokkal tovább venni. Tehát, hogy például ennek a Join Me nevű meeting szoftvernek 2 millió aktív usere volt, ott marha jól meg lehetett csinálni, hogy így mit tudom én, 1%-nyi userem még kipróbálod, mert annak nagyon kicsi a business impactje, hiszen a 99,99%-ot nem éri, viszont 2 milliónak az 1/10 része is bazi sok, tehát szignifikáns lesz az eredmény, amit onnan látsz. Amit viszont el akarok mondani, hogy akár geográfiailag kezdesz targetálni, akár csak százalékosan, arra nagyon-nagyon érdemes figyelni, és ezt a saját bőrömön tanultam meg, hogy véletlenül se kapja meg olyan user, aki macerás, vagy nyűgös, vagy valami baj van vele. Például át akar menni a konkurenciához, vagy éppen mondjuk most megemeltük a subscription-nyét, ilyen sose történt, de ha mondjuk megemeltük volna a subscription-nyének az árát anélkül, hogy szólunk neki előre, és meg lenne sértődve, akkor amúgy is nagyon érzékeny, és nem szeretne hibás új feature-öket kapni. És akkor őket érdemes kivenni a kísérletezésből, hogy ők ne legyenek kísérleti nyulak. Egyébként ezért hívják a Canary Release-t Canary Release-nek, mert ezt a bányászok használták, a kanári madarakat azokban az országban, ahol voltak kanári madarak, mert úgy van, hogy a kanári madarak azok hamarabb elpusztulnak a levegő oxigén tartalmának változásától, mint az ember, és akkor ilyen módon előrejelzőként használták őket, hogy levitték őket a bányába, és akkor nem tudom, mielőtt jött a metán vagy más olyan gáz, ezt nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy mielőtt jött volna az a dolog, amikor az emberek is meghalnak, a kanári madarak már meghaltak, és akkor az emberek kijöttek. És a kanári release az tulajdonképpen ezt a koncepciót viszi át emberekre, azt mondja, hogy ha van egy nagy terméked, akkor először üljél meg, nem fontos felhasználóknál öld meg az élményt, és hogyha náluk meghal az élmény az új feature-t, akkor ne add oda a többieknek, akik olyan értékesek, mint a bányászok voltak ebben a régi példában. Ennyi. És akkor tulajdonképpen ezek a kanári madarakat én magyarul inkább kísérleti nyúlnak nevezném, az érzékeny felhasználókat érdemes kivonni a kísérleti nyúlak köréből, bárhogy is csinálod, és akkor érdemes ellenkező irányú ilyen kivételszabályokat megfogalmazni. Ebben a kiváló demóban az utolsó oszlopban vannak azok a felhasználók, akik a demó kedvéért kísérleti nyúlnak nem alkalmasak, ők nagyon érzékenyek, ezt avval érzékeltetem, hogy az e-mail címük az kukac.sensitive.com-ra végződik, szóval érdemes úgy targetálni bármilyen random és geográfiai alapú feature, hogy kiveszed belőle az érzékeny usereket. Ebben a kiváló példában, például, hogyha az e-mail címük az kukac.sensitive.com, és most kiveszem a veszőt az e-mail címről, akkor fontos, hogy ők ne kapják meg a feature-t, és ez egy annyira fontos szabály, hogy ezt érdemes egyből a szabályrendszer legelejére betenni. Betettem, majdnem betettem. Hova lett? Sensitive itt van, user e-mail context, tök jó. Meg fogom nyomni a szép gombot, aminek meg kell történnie az, hogy az utolsó szóban lévő két darab zöld alkalmazás visszavált pirosra. Azért váltott vissza, mert az érzékeny userek rajtuk nem érdemes kísérletezni. És innentől kezdve pedig, ha elég sok felhasználód van, akkor egy idő után jobban jársz, hogyha nem így Google találsz ki neked, hogy így meg még adjuk oda annak a cégnek, meg geográfiailag ezeknek meg azoknak, hanem elkezdhet százalékokkal menni. Tehát mondhatod azt, hogy a maradék userek, akik nem szenzitívek és még nem kapták meg az új feature-t, azoknak mondjuk először kapja meg az 1%-a, 2%-a, 10%-a, és hogyha rajtuk nem jött elő hiba, úgy érzed, hogy üzletileg megtérül a fejlesztés, inkább előléptetnek miatt, hanem pedig kirúgnak, akkor érdemes egy olyan nagyobb százalékokig elmenni. Itt látszik, hogy ebben a egyébként kiváló demóban már csak nagyon kevés szabad piros doboz maradt. Nem fogom ide beírni, hogy
Hát beírom, hogy 1%, kíváncsi vagyok, hogy hány doboz válták, azt várom, hogy egy sem. Nem is váltott át egy sem, hiszen 1% ennek a pár doboznak nem sok. A látvány kedvéért beírom, hogy 50%-a, és akkor tulajdonképpen a maradék dobozoknak kávé a fele, random módon zöld lesz. Ilyen módon tudsz még több felhasználótól visszajelzést begyűjteni. És amikor már elég magabiztos vagy abban, hogy ez már egy tuti, tényleg működik, akkor érdemes mindenféle targetálás szabályt kivenni. Én még egyet benhagytam nagyon hosszú ideig, és ez az, hogy az érzékeny felhasználók azok még további egy-két hétig, néha hónapig megkapják meg az új fejlesztést, de a világon úgy általában mindenki más igen. Megnyomtam a szép gombot, és akkor az történt, hogy tulajdonképpen az új funkció kiment, megírtuk róla a blogposztot, ugyanúgy nem léptettek elő, mint hogyha rossz lett volna, de nekem volt egy jó érzésem, hogy jó feature-öket fejlesztünk. És amikor már minden tök oké volt, úgy gondoltam, hogy a sensitive userek is megkaphatják az új feature-t, akkor kivettem ezt a kivételszabályt, azt mondtam, hogy mostantól legyen így, ahogy mondom, és az egész világ ezt az új feature-t használta. Kódszinten, ahelyett egyébként, hogy ez nyilván látjátok is, hogy ez egy ilyen pseudo kód, megmutatom, hogy néz ez ki kódszinten. Legalábbis, hogy például a .NET-ben, C#-ban, hogyha a konflikteket használnátok, akkor, de tényleg nem erre akarom kihegyezni, inkább azt akarom megmutatni, hogy általában ez tényleg egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Vagy írtok saját ifelő logikát, vagy saját ifelést egy-egy változóra, vagy pedig használtok erre egy kész szolgáltatást, a piacvezető az egyébként a lansdartli.com, ott tudjátok őket megtalálni, és akkor ők adnak egy hasonló webes GUI-t, mint amit most kipróbáltunk, náluk is meg lehet fogalmazni, hogy csak melyik userek kapják meg a zöld hátteret és melyik ne. És akkor kód szinten általában van egy SDK, amit be kell húzni, és akkor ebben az SDK-ban egy ilyen key value per formájában ki lehet olvasni, hogy mi egy adott feature flagnek a konkrét értéke. Akkor még egyszer ez számít feature flagnek, vagy ez a hozzátartozó kapcsoló, attól flag, hogy ifelnek rá kódban általában, és általában ezek egy ilyen kulcssal vannak azonosítva. Nagyon fontos, hogy ha feature flag library-t fejlesztetek, vagy pedig vásároltok, akkor én mindenképpen olyat használnék, amiben lehetőségetek van kód szinten lokális default vagy fallback változót megadni. Erre azért van szükség, mert elveszhet a kapcsolat a ti alkalmazásotok és a feature flag értékeket szolgáltató között. És nagyon jó, hogyha nektek fejlesztési időben van lehetőségetek arra, hogy megmondjátok, hogy ilyenkor mit csinálj az alkalmazás, mintha milyen feature flag érték jött volna vissza. A config-edben ez itt az a második paraméter, tehát ez a green UI enabled, ha copy-pasted a kódot a saját idétbe, mint ahogy én szoktam, akkor alapból ez false lesz. És egyébként ahhoz, hogy meg lehessen vele csinálni olyanokat, hogy e-mail cím, tehát hogy a bejelentkezett user e-mail címe vagy országa alapján eltérő érték jöjjön vissza a feature flag szolgáltatótól, ahhoz tipikusan már valami ilyen jellegű kódot kell írni. Tehát össze kell állítanatok majdnem minden feature flag kerés esetén valamilyen usert vagy kontextust jelképező objektumot, mindenképpen azt, amit az alkalmazás magáról gondol, hogy ő hány is verziószám, milyen országban használják, ki a belépett user és minden olyan tulajdonság, ami mentén a product managerek el akarják dönteni, hogy mitől függjön az, hogy egy felhasználó már zöld lesz a háttér vagy piros, azokat össze kell foglalni tipikusan vagy valami dictionary-ben, vagy valami előre nevesített objektumban, és ilyenkor ezt az objektumot még egy ilyen valahanyadik paraméterként beszokás passzolni a get value függvénybe, ami kulcs alapján megmondja, hogy az adott feature flagnek mi az értéke a kódban. Tehát kódszinten ez így a legösszetettebb dolog, amit el kell ehhez követni. Úgy így nézett ki pseudokódban, általában rá szokta kifelni, hogy akkor feature flag be van a kapcsolva, ha igen, akkor az új módon működjön a kód, ha nem, akkor a régi módon működjön a kód. És akkor ennek a legegyszerűbb felhasználási esete az, hogy egy ilyenfajta kill switch-nek használod, amelyet azt értem, hogy ha bug van, akkor megölöd a bugos feature-t vele. Ez elsőre nagyon triviálisnak hangzik, mégis van, ahol nem megy át, hogy ez mennyire szuper. Azt mondom például, hogy itt balra-jobbra megy az idő, mint egy ilyen igazi grafikonom, csak a középiskolában fizika órán, és akkor azt mondom, hogy az időnek egy adott pontján az új feature-ömnek a kódja kimegy az élő környezetre, ezt mutatja ez a kód live, és akkor előbb-utóbb mi,
észrevesszük, hogy egyébként bugos feature tettünk ki, tehát valahol detektáljuk, hogy probléma van, vagy azért, mert a monitoring rendszerünk szól, vagy csak úgy észrevesszük, vagy a supportosok szólnak, hogy őket felhívták telefonon. És innentől kezdve cégenként eltérő és feature-önként eltérő módon, meg attól függ, hogy van-e hétvégés, hogy milyen komplex szabály, meg hogy ki van nyaralni, előbb-utóbb meg szoktad fixálni őket. Mi még eddig majdnem minden bugot megfixáltunk, és akkor tipikusan a bugfixnek a release-ig is el tudtál időt. Azért, hogy jobban jöjjön ki ez a kép, persze az a bazi nagy időt húztam, ahhoz képest, mint hogy mennyi idő volt észrevenni a bugot, de a saját tapasztalatom az azt mutatja, hogy egy csomószor, tehát kellemetlenül sokszor tart sokáig bugot fixálni, ahhoz képest, hogy milyen jó lenne gyorsan lenni őket. És akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen itt egy akkora bomba robban föl ilyenkor, a te saját reputációd előmenetili lehetőséged a céged bevételei, meg a Twitter bosszú hadjáratok terén, egy akkora bomba robban, ami azzal arányos, hogy mennyi időt telt el attól kezdve, hogy a bugos kódod live-ra került, egészen odáig, hogy fixáltátok ezt a bugot. És hogyha ezt az ember nem így csinálja, hanem feature flag-ekkel, akkor ami helyett történik az az, hogy amikor a kód live-ra kerül, akkor egyvel egy ideig, vagy saját akaratából akár egy kicsit később is megteheti, de onra kapcsolja ezt az új feature-t, és amikor észreveszi, hogy hibás lett a kód, amit kitettek, akkor visszakapcsolja off-ra. És ettől tök függetlenül valaki megfixálja a hibát, meg nyugodtabban alszik hétvégén, és majd amikor a bugfix is újra live-ra került, akkor kapcsolt be ismét a kapcsolót, és ez azért sokkal jobb, mert így a felhasználók szempontjából nézve sokkal kisebb bomba robban, pedig ugyanolyan minőségű kódot írtunk. És tulajdonképpen a kettő között az a különbség, hogy ha használsz feature flag-et, akkor ugyanazokat a hibákat elkövetheted, csak sokkal kisebb lesz a robbanás hatósugara annak, amit csinálsz. Erre való ez a kill switch-szerű funkcionalitás. Szerintem ezt már itt túlmagyaráztam. És akkor most jönne, hogy mik a kanári release-ek, meg eldemoznám, de az előbb ezt elfelejtettem, és emiatt már eldemoztam. A kanári release-e is az nem más, mint amikor kitalált, hogy kik legyenek a kísérleti nyulai. Például a saját kollégáid, a Törökországban élők meg a világ 1%-a, és rajtuk próbálok ki az új feature hatását. Azt a demót már láttátok, úgyhogy itt inkább elmondom, hogy az ennél kapcsolatos célzási fázisban, amikor kitalálod, hogy ki legyen a célközönség, akkor tulajdonképpen két kérdést kell megválaszolnod, ha jól akarod csinálni. Egy csomóan nem csinálják jól, szóval nem kell ezen izgulni, ha elrontod, nincs semmi baj, de ha jól akarod csinálni, akkor két kérdést érdemes magadnak föltenni, melyik célcsoporton akarsz tesztelni, és hogy ők mikor kapják meg a feature-t. Ezek ilyen, nekem először, amikor olvastam erről, nagyon kamu kérdéseknek tűntek, hogy jó, ilyen kérdéseket én is tudok találni, de később rájöttem, hogy nagyon jól járok, ha ezeket végig gondolom. Amúgy most egy kicsit az előadás kedvéért fülének tettetem magam, mint voltam. Szerintem is az eredetek is jó kérdésnek tartottam őket, csak szeretnék kicsit ilyen távolságot tartani attól, amit mondok, és hátra jobban megy át. És a két kérdés alapján ez volt az a recept, amit én kidolgoztam saját magunknak, mert azon a két millió user-e jól működött, ez volt tulajdonképpen a receptem. Arra a kérdésre adom választ, hogy nekem egy irányítatot, hogy mit volt üzenhet kinek. Legelőször saját magunknak, a saját fejlesztőnknek vizizeltem. Megettük a saját főztünket, ezt egyébként angolul úgy hívják, hogy dog fooding, amikor a saját kutyád kajáját teszi meg a saját kutyád vagy te. Tehát ez igen, dog foodingnek hívják angolul ezt a fázist, magyarul meg úgy mondják, hogy eszük a saját főztünk, mi nem kellünk bele kutyát. És hogyha saját magadnál jól ment ez a dog fooding fázis, akkor utána érdemes a haverjaidnak is, vagy más baráti usereknek, cégeknek odaadni az új feature-t. Ha ez is megvan, akkor szokás utána odaadni a világ egy kis százalékának pluszba, tehát saját magunkon meg a haverokon kívül még megkapja mondjuk a világ 1%-a, de itt nagyon kell már figyelni, hogy a problémás userek véletlenül se kapják meg. Amikor kipolíroztuk a feature-t és már elképesztően jó a zöld háttér, akkor érdemes tovább lépni, és akkor látszik, hogy egy nagyságrendileg 10-szer ennyi embernek 10%-nak adjuk oda a feature-t, ők már egy sokkal jobb verziót látnak, mint az előzőek. És ha ezt is kipolíroztuk, akkor odaadjuk gyakorlatilag mindenkinek kívül a nagyobb macerásokat. Ilyenkor már az egész világ azt hiszi, hogy mi jól fejlesztünk a feature-t, vagy legalábbis sokkal jobban, mint amilyen az első verzió volt, és csak mi láttuk magunkat. És akkor itt is minden rendben volt, csak akkor odaadom oda mindenkinek a feature-t. Ennyi volt a recept. Az tök jó, hogy van a recept, én például mások receptjében mindig kételkedem, és fölmerült bennem, hogy ez miért működik. Készítettem erre egy bazinai táblázatot, az első osztopban odaírtam a recept különböző fázisait, amiben tulajdonképpen azok a célcsoportok vannak benne, hogy kinek release-elünk, és akkor a további osztopok azok olyanokat tartalmaznak, mint például a második, hogyha mondjuk bugos feature-t release-elünk, akkor ha egy adott célcsoportnak tesszük ki, akkor annak mekkora az ilyen égő faktora, mekkora a negatív hatása a cégünkre.
bocs, vagy az anyagi hatása mekkora a cégünkre. És nyilvánvaló, hogyha saját magunknak, azaz a fejlesztőinknek teszünk csak ki az új mobil appba, az új feature, akkor hát ha abban van bug, arra konkrétan $0 hatása van a cég bevételére vagy veszteségére, ez tök szuper. Ha a haveroknak adom oda, akkor minimális, és így tovább, és így tovább. 1% usernek adom oda, és random csinálom, akkor is 1% hatása van a cég bevételére. Ugyanígy mellé írtam, hogy kb. Mik a detektálható hibáknak így a várható aránya, és az is, hogy vajon a cégemnek a reputációjának egyáltalán változik, tehát hogy emiatt, ha a felhasználók jobban szeretnének, vagy jobban utálnának, akkor vajon ezt meg tudnám mérni. Nyilván 10 emberből ezt feelingből ki lehet találni, de statisztikailag szignifikáns méréshez ennél jóval több user kell. Ezen kívül az üzleti megtérülést mikor tudom visszamérni. És azt találtam, hogy tulajdonképpen a táblázat eleje az egy ilyen alacsony kockázati célcsoportot tartalmaz, maximum 1%-nyi tudnak rúgdosni a bevételen, minden másban viszont minimális a hatásuk. És azt találtam, hogy a táblázat végén meg olyan sorok vannak, akik egyébként már releváns a mérés, tehát hogy amit az a mérés mond, az nagyon valószínűleg úgy lesz a 100%-nyi userem is, és az az isteni szerencse, direkt minden összeállít a táblázat végén, hogy van metszete a kettőnek, tehát van olyan alacsony kockázatú célcsoport, igen, már releváns a mérés, és akkor valójában tisztán látszik, hogy ők a fő lényeg ebbe. Tehát minden előző lépés is csak arra való, hogy azért, hogy egyre maga biztosabban adja modellnek a célcsoportnak, és ezen a célcsoporton érdemes a legtöbbet dolgozni. Itt érdemes a hibákat nagyon visszanézni. Én itt mellírtam, hogy utolsó oszlopnak beírtam egy ilyen release napja nevű oszlopot még. Ezt tipikusan a mobilapjainkon, a Joinmeis mobilapokon ilyen időkkel dolgoztunk. Tehát, hogyha a nulladik napnak azt számít, amikor a fejlesztő csapataim azt mondják, hogy készen van az új feature, akkor én már előtte pár nappal megkértem, hogy ami készülőben van, a mi apjainkban már legyen benne. És ez azért nagyon jó, mert nem csak a hard bugokat találod meg, hanem a felhasználási glitcheket is, azokat, amik kényelmetlenek, kellemetlenek, összeakadnak más appokkal, és így tovább, és így tovább. És tulajdonképpen már a release előtt visszajelzést tudsz adni a saját fejlesztő csapataidnak arról, ha pedig fejlesztő vagy, kaphatsz visszajelzést saját magadtól arról, hogy mit csinálhatnál ennél is jobban. És tipikusan, amelyik nap azt mondták a fejlesztők, hogy ez itt tuti-tuti működik, akkor tényleg megkaphatták az első baráti userek, ott volt náluk maximum 2 napig, utána adattuk a világ 1%-ának. Miután a Joinnek 2 millió usere volt, és ezt nem azért mondom el, mert büszke vagyok rá, mert nem én tehetek róla, de a magyarázat, tehát 2 millió user 1%-ának odaadsz egy feature-t, akkor ha egy kicsi baj is van, akkor ők így elárasztják a support vonalakat, meg telemegy az error logot. Tehát biztos, hogy észreveszed, így ebben a fázisban, tulajdonképpen optimális esetben bőven elég egy napig tartani a szoftver. És akkor utána mentünk tovább a további lépéseken, tipikusan egy hét alatt, tehát mondjuk 5 munkanap alatt, onnantól kezdve, hogy a felhasználók vagy a fejlesztők azt mondják, hogy kész az alkalmazás, tipikusan 5 munkanap alatt, a happy path mentén egy olyan feature tudtál adni 2 millió embernek, amiben így nem nagyon találtak hibát, és nagy Isten még tetszett is nekik. Ennyi volt a lényege. És még egy dolog, ami miatt nagyon-nagyon klassz, hogy ebből a feature felkeréssel gyakorlatilag nem csak ezt a corporate, meg multivilágos vízfejet tudod megkerülni, meg a release pipeline-t, meg nem szólsz vele, hanem megkerülheted azokat a bürokratikus elemeket is, amiket tőle független cégek gördítenek az utadba. Például, hogy iOS alkalmazást fejlesztesz és új verziót adsz ki, akkor minden egyes alkalommal, amikor az App Store-ba release-ered, ennek át kell mennie az Apple-nek egy review-ján, és ez az Apple review, ez nincs ráhatásod, hogy mennyi ideig tart, néha 2 nap, néha meg 2 hét, és amikor például a bugfixet szeretnél release-elni, akkor nagyon kellemetlen, hogy mondjuk a bugfix release is 2 hetet vagy 2 napot áll a sorban. Ha viszont használsz feature fejeket és azt látod, hogy bugod van, akkor tulajdonképpen ugye futási időben kapcsolod az új feature-t az alkalmazásból, és nem kell az Apple-re várnod, hogy visszaadjad nekik az a javított verziót. Persze elvileg visszaállhatsz binárisan az egyen korábbira, ezt is lehet csinálni, és a kill switch funkcionalitást ezt megoldja, de a targetálást, meg ezt a szegmentálás menti finom lépésenként való release-elést, azt nem. Tehát ott igenis a bármikének útban az Apple-re is. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Nem kérdeztetek közben, úgyhogy most megkérdezem, hogy van bármi kérdésetek? Igen? Ezért tartom egy készítsát a beszélget, kurva a KP-t, ugye a listőt. Azt mondta, hogy kimentem az egy napon, meddig marad a kódban egyáltalán. Köszönöm szépen a kérdést. Az volt a kérdés, megismétlem hangosan, mert nem tudom, hogy mennyire lehetett hallani, hogy
tipikusan mennyi az ideje a pultban, vagy mennyi az élettartalma a pultban, egy ilyen feature flagnek, hogy mennyi ideig van ráifelve, és ír ott a régi funkció is, meg az új is. Vannak ezek a teljesen igaz és nagyjából használhatatlan válaszok, amit úgy kezdődnek, hogy attól függ. Nyilván ez is egyébként attól függ, hogy, de amit én erről el tudok mondani, és a saját tapasztalatom az az, hogy minél tovább hagyod benne őket a poolban, annál nagyobb kaliba lesz belőle, hiszen ezek tulajdonképpen ilyen duplikációs lehetőségek, hogy így is tud működni az alkalmazás, meg úgy is. Hogyha kettő van belőlük, akkor már négyféleképpen, és a tesztelők vagy letesztelik, vagy négyféleképpen, vagy nem. De mondjuk már 10 feature flag-et van egyszer az alkalmazásban, az ugye 1024, és még ha azt mondják, hogy letesztelték, akkor is nagyon jól tehet, ha nem ebből indulsz ki. És ezért abban vagy érdekelt, sőt szinte minden szereplő abban érdekelt, hogy minél kevesebb legyen a feature flag-ek száma, úgyhogy több mindent lehet tenni. Fejlesztőként szerintem arra érdemes törekedni, hogy minél előbb írsd ki. Product managerként meg arra az önmérsékletre buzdítok mindenkit, hogy így ne próbáljon meg egyszerre 20 feature-t kísérletezni, vagy 10-en, hanem így lehetőleg maximum mondjuk 3-on, és egész egyszerűen várja meg az eredményét, és akkor menjen tovább a negyedik fejlesztésére, amikor egy korábbi feature-ről kiderült, hogy rossz, ezért az új ágat vesszük ki a kódból, vagy jó, és ezért a régi ágat vesszük ki a kódból a feature flaggel együtt. Igen. Még amit észrevettem, nekem van egy ilyen fejlesztői sapkám is, nem akarok úgy csinálni, mintha nem lenne, és az alapján, amit még észrevettem, hogy ha az emberek feature flaggeléssel találkoznak, és a saját kódjukba kell berakni egy ifet, akkor a legkényelmesebb, hogyha azt csinálják, hogy ott van a mostani működő funkcionalitásuk, és akkor azt így lecopy-pasztelik, és odaírnak egy ifet, hogy vagy így működjön, vagy az új módon, és akkor átírnak valamit a copy-pasztelt kódba. Szóval kód duplikálás, és minden ilyen hagyományos elvnek, mint clean kód ellentmond. Fura módon, ugyanakkor ebben a feature flag világban, az én tapasztalatom szerint, ez egy olyan dolog, amit az ember sose vallana be nyilvánosan, de én most bevallom, hogy szerintem sokkal jobb kódot duplikálni, és úgymond egy kicsit a nagykönyv szerint kuplerángódott tartani a kódodban, azért, mert a clean kódnak sem az volt a célja, hogy elvont szépséget az alkotásodba, hanem az, hogy hosszú távon menedzselhetőbben tartsad a kódot. És ezek a feature flag-ek, nem a feature flag által leifelt kódrészletek, ezek nem az örökké valóságnak készülnek, hanem a következő 5 napnak, vagy 2 hétnek, maximum 1-2 hónapnak. És ezért az is szempont, hogy amikor kiveszed őket, kiveszed a feature flag-et, és kiveszed az egyik ágat, vagy a régit, vagy az újat, akkor mennyire könnyen találod meg ezeket a helyeket, ahol ki kell venni, és milyen könnyű kivenni. És itt az a tapasztalatom, hogy ha egyszerre fejlesztesz még 2-3 feature-t is feature flag mögött, sokkal-sokkal egyszerűbb kivenni őket úgy, hogy kódduplikálás volt. Teljesen mindegy, hogy mit mond erről a clean code című könyv, vagy a engineering manager, vagy ilyesmi. Szóval egyszerűbb letagadni, hogy ezt csináltad, mint tényleg megcsináltad. Szerintem. És tulajdonképpen ennyi. Mert így egyszerű. Igen. Ami nálunk a Logminben szokás volt, az, hogy mondjuk van, ott 2 hetes sprintekben dolgozott egy csapat kivételével az összes, azok a két, és ezért tulajdonképpen én product managerként 2 hetente tudtam kérni, hogy léci legyen ez, vagy léci legyen az. Tipikusan 1-2, maximum 3 sprintig voltak ezek a feature flag-ek a kódban, mert az alatt a 2-4, vagy max 6-7 alatt számomra kiderült, hogy egy feature hogy lesz jó, vagy hogy nem lesz jó, és utána egyszerűen én rátettem az ottani Jira boardra, de lehetett volna Trello is, szóval ez nem egy reklám, csak valami Kanban boardra ráteszel valami ticketet, és megkéred az embereket, hogy légy, akkor tudom, hogy ti jobban szeretnétek, mint én, de azt várják tőlük, hogy eljátszok, mint hogy a Scrum szerint dolgoznánk, szóval én most megkérlek titeket, hogy vegyétek ki a kódba ezt a feature flag-et, amit ti is ki szeretnék levenni. Így. Ez válasz a kérdésedre valamennyire? Oké. Okay. Még valami? Igen? Igen. És aztán teszik be a master-re. Igen. És van olyan megoldás, hogy mondjuk a kerencsőket menedzserjét, a kompikket, vagy mindenképpen a kódba kell megérni. Köszönöm szépen a kérdést. Az én értelmezésem, mert itt arról volt szó, hogy az új csak elismétlem, és akkor légy szíves, mondd el, hogyha rosszul értettem, de én azt értettem meg belőle, hogy az új feature-öket tipikusan az a mainstream
irányzat, hogy külön hitbrend sem fejlesztjük, legalábbis nyilvánosan ezt mondjuk, de mindenképpen erre törekszünk, és amikor elkészült azon az új feature branchen a fejlesztés, valamennyi le van tesztelve, akkor mörzsöljünk rá a masterre, és a master az, ami a nem tudom, production környezetbe megy. Igen, vagy pedig... Igen, mondjuk rossz, akkor mondjuk a hibertet az élesben, hogy menjünk vissza. Igen. És az volt a kérdés, hogy magában a branchelésben segít-e a feature flag. Én ezt, ha te megenged, átfogalmaznám arra, hogy hogyan módosítja ezt a külön branches fejlesztést a feature flaggerést, és az a válasz, hogy a leggyakrabban úgy, hogy egyre kevesebb lesz a feature branch, valójában egy darab master branch-e vonul minden olyan feature-nek a fejlesztés általában, amik feature flag mögött vannak. Tehát, hogyha a teszt terméketben mondjuk továbbra is 5 feature fejlesztünk párhuzamosan, mert van 5 feature csapat, és mindenki azt gondolja, hogy ember nem maradjon ki használatlanul, ha van értelme, ha nem, akkor abból, hogyha 3 feature az flag mögé fejlődik, 2 meg a hagyományos módon, akkor annak a 3-nak, ami flag mögé kerül, nem szoktak új branchet ütni, hanem az marad a masteren, és tulajdonképpen minden egyes commit-tal, meg minden egyes push-sal megtörténik mikróban az új feature-ök fejlesztésekor föllépő ilyen merge konfliktusoknak a feloldása, és ennek az a pozitív hatása, hogy nem egy ilyen bazi nagy lépésben történik meg a merge a végén, ami nehéz, hanem sok kisebb apróban. Ez szerintem olyan, mint a portakarítás, hogyha megcsinálod minden nap, akkor, vagy minden héten, akkor egyébként undorító, de nincsen por. Ha viszont 2 évente egyszer csinál, akkor nagyon rossz érzés megcsinálni, és hogy a mörzsölés is ugyanilyen szerintem, csak abban még nagyobb károkat is lehet okozni. Tehát, hogy a rövid válasz az, hogy ha használsz feature flagget, általában nem kell feature branch-ek, hanem mehet minden a masterra egyszerre. Hiszen addig nem kapcsolod be, hogy a user ne lássa a feature-t, amíg nincsen kész. Ennyi. Ez válasz a kérdésedre? Köszönöm szépen! Igen, hát akkor még annyi, hogy akkor érdemes a fejlesztés elején eldönteni, hogy inkább ilyen feature-ökkel fogunk dolgozni, vagy pedig minden. Igen. Akkor a kettő nehezen kérdezni egymásnak. Hát, tehát hogy azt szerintem minden fejlesztésen érdemes eldönteni, igen, hogy külön branchen fejlesztese vagy sem, meg azt is, hogy feature flaggelsz-e vagy sem, és igen, ezt érdemes előre eldönteni. Igen. Nagyon szívesen. Van valamilyen kérdés még ebben a kapcsolatban? Hogy valakinek egy jó sztori a mörzs ellen, vagy az elején mondtátok, hogy ti használtok már feature flaget. Ti hogyan használtátok? Ez most olyan személytelen, nem? Mert hogy így általános alanyokként tudom megkérdezni tőletek, pedig itt mind egyéniségek vagyunk, de hogy tökre örülök, ha valaki elmondja, hogy náluk volt. Okay. Akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, bármi kérdésetek van, írjatok e-mailt, vagy beszélgessünk időben.